Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Gombázzunk Együtt című műsorunkat látják. Legutoljára itt stúdió körülmények között májusban találkoztunk, akkor nagyon jó gombás szezont kívántunk önöknek. Hát nem biztos, hogy ez ebben a formában igaz, hiszen nagyon csapongó időjárás volt. Volt sok eső, de bizony nagyon nagy volt a szárazság is. Erről majd a stúdióban beszélnek vendégeink. Jó estét kívánok, köszöntelek benneteket. Szarka Jánost és Hegyesi Gábor a vendégem, mindketten a Zempléni Gombász Egyesület tagjai. Hát röviden, hogy miről is fogunk beszélgetni, volt egy gombafotó kiállítás. Ezt megelőzte egy gombafotó és természetfotó pályázat, amelyet a Zempléni Gombász Egyesület hirdetett meg. Mindkettőnek meg volt már az eredményhirdetése, volt közönségdíj is, erről majd kérdezem Szarka Jánost, az egyik tagot, illetve beszélünk arról is, hogy milyen volt ez a gombás szezon, és hát nagyon-nagyon sok kirándulás volt az elmúlt esztendőben, hiszen már évvégéről beszélünk, volt gombafesztivál, illetve két kiállítás is Sárospatakon és Sátoraljaújhelyben. Milyenek voltak ezek az események? Térjünk is tehát rá a természet és gombafotó kiállításra. Ezt még tavasszal hirdettétek meg. Mi volt a kiírás, és hát mennyien volt az érdeklődés? Valóban így van. Szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőket. És valóban így van, hogy első alkalommal rendeztük meg az Zemplén Gombász Egyesület fotópályázatát, amelyben két témakört adtunk meg. Az egyik témakör volt, ugye ne lepődjetek meg, a gombafotó, a másik pedig a természetfotó kategóriája. Nagyon szép eredmények születtek, úgy értem, hogy létszámra is, tehát darabszámra is, illetve teljesítményben is megvolt az eredménye a fotópályázatnak. Gombafotó fotókból 194 darab érkezett be, és a természet fotókból pedig 98 darab fotót kaptunk. Ezeknek a fotóknak a feldolgozása, a szortírozása és a ezzel járó munka, a feladatok hát elég nagy munkát igényelt, és ezt a munkát itt sem nagyon kell meglepődni, a Kőszegini Jutka végezte el becsületesen, és ő továbbította a képet tulajdonképpen a zsűri tagjainak, úgy, hogy név és megnevezés nélkül, tehát teljesen korrekt feltételek voltak adva. Már az elején megbeszéltük azt, hogy nem baj az, hogyha a zsűri tagok közül nem mindegyik helyi, tehát a Zemplén Gombász Egyesületből kerül ki, így aztán meg is hívtunk a Miskolci Gombász Egyesületből két tagot. Az egyik a Szűcs Béla volt, a másik pedig a Kaposvári Laci. Mindketten kiváló fotósok, és ráadásul még a gombákhoz is értenek. Úgyhogy őhozzájuk volt szerencsém csatlakozni, és így hárman próbáltuk eldönteni, hogy melyek azok a fotók, amelyek helyezettek lehetnek. E-mailen keresztül értekeztünk, illetve e-maileztünk egymásnak, és elég hosszú ideig tartott, amíg kialakult a sorrend. Hasonlóak voltak az elképzeléseink mind a hármunknak, már csak a helyezésekben voltak kisebb-nagyobb eltérések, ezt pedig úgy hidaltuk át, hogy mi is egy szavazást csináltunk, mind a hárman 10 fotót először kiválasztottunk, és ebből a 10 fotóból alakult ki az a 3 darab, ami a helyezést ért el, mind a természetfotónál, mind pedig a gombafotóknál. Mielőtt elhangozna, hogy kik is a díjazottak, engem nagyon érdekelne, hogy hát mi az a szempont, amit követtetek a gombáknál, még a természetfotó kategóriában talán könnyebb, hiszen már van összehasonlítási alap, hiszen olyan sokan csinálnak, vagy készítenek természetfotókat, és talán van egy bizonyos nívó, amit szeretetek volna elérni, de nagyon sokan kattingatnak, mondhatnom, körül, vagy a közületek is, a tagok közül egy-egy kiránduláson. Tehát mi volt a nívó? Igen, hát a gombafotóknál eredetileg úgy volt kiírva a pályázat, hogy a gomba és a környezete.
Tehát nem csak a gombáról szólt volna a pályázat, hanem a környezetéről is. Ennek ellenére több olyan fotó van, amin a környezet nem annyira látszik. Valószínűleg a pályázóknak egy része nem összpontosított erre, hogy a környezetét is bevenné a gombafotóba, de nem is volt, nem is bíráltuk el ezt mi annyira szigorúan, hogy ez, mit tudom én, kizárás lehetett volna, vagy pedig nem felelt volna meg a pályázati anyagnak. Amit szem előtt tartottunk, az mindenféleképpen az volt, hogy azokat a szempontokat, amik a fotózásnak az alapjai, tehát hogy milyen méretarányba fotózok, hova teszem a témát, meg legyen az előtér, meg legyen a háttér megfelelően, és az a téma, ahova kerül ebben az esetben a gomba, az hova kerül, hogy esztétikus is legyen, meg legyenek az arányok, a pixel számoknak megfelelően kellett a képeket elkészíteni, ez a kinyomtatás miatt azért fontos volt. Egyáltalán a fotózásnak az alapkövetelményét az mindenféleképpen néztük. A gombáknál pedig akik ugye a Kaposvári Laciék és a Szűcs Béla, ők magát a gombát is ismerik azért sokkal jobban, mint én magam, és ők azért azt is figyelembe vették, hogy a gomba fotónál hogy ábrázolják a gombát, azokat a jellegzetességeit, vagy a száránál, vagy pedig a felső részén, melyik az a jellegzetessége, ami alapján beazonosítható a gomba. Tehát számos ilyen feltételnek fel kellett, hogy megfeleljen, ezért volt nehéz is az anyagot kialakítani. Ha a kollégáim majd még egyszer megmutatják a fotókat, akkor közben talán megérdemelnek annyit a díjazottak, hogy felolvassuk a nevüket. Igen. Hát gombafotóba 198 darab jött be, 194 darab jött be, mint ahogy említettem, és itt az első helyezett lett a gombafotóknál, puskázok azért egy kicsit, első helyezett lett Nagy Szabolcs, a második helyezett lett Szegedi Zsolt, a harmadik helyezett pedig Pelles Gábor. A természetfotóknál, itt vannak, ott vannak a neve is, illetve a megadott címek. A zsűrizésnél ugye nem lehetett látni azt, hogy ki milyen fotó, tehát kinek a neve alatt szerepel a fotó, mert akkor nem lett volna pártatlan a dolog. Persze, tehát erre azért oda kellett figyelni. De azért van benne tag. De azért nem, hogy van benne tag, hanem bőven, szinte csak tagok vannak benne. Ez egyébként ez a gombafotó pályázat, ez a Zempléni Gombász Egyesület részére készült. Tehát nem külsősöknek, hanem kimondottan Zempléni Gombász Egyesület. Na most akkor folytatva tovább a eredményeket, a természetfotónál első helyezést ért el Szoboszlai Marcell, igen, a második helyezett lett Pelles Gábor, és a harmadik pedig Kassai Tibor. Péter. Bocsánat, Kassai Péter. Na most Azzal, hogy a kiállítást, anyagát összeállítottuk, itt nincs vége az egész történetnek, ugyanis arra gondoltunk, hogy Jutka nincs még azért teljesen leterhelve, ezért arra gondoltunk, hogy legyen egy közönségdíj is. Itt a közönségdíjnál is ugye a szavazatokat össze kellett számolni, megfelelően szortírozni és kihirdetni az eredményt, ez sem kis munka volt, de hála Istennek a Jutka ezt is nagyon becsületesen végigcsinálta. Emlékszem, hiszen a kiállításokon szavaztunk Sátoraljaúj helyben a közönség. Így van. És még Patakon is. És utána feltételezem Patakon. És akkor ebbe az a szép dolog, ebbe a közönségdíjba, hogy tulajdonképpen azokat a látogatókat is, akik végignézték a gombakiállítást és a fotókiállítást, őket is bemondtuk egy picit abba, hogy mondjanak véleményt. Sok esetben én nagyon nagy dolognak tartom azt, hogyha nem is helyezett lett a fotója XY-nak, hanem a szavazatoknál megfelelő eredményeket értek el, bizony ez nagy dicsőség, hogyha 60, 80, sőt 100 ember szavazott egy-egy fotóra. Itt is megvannak a nevek, nem tudom, hogy... Igen, nyugodtan, hiszen itt van egy egyezés a zsűri és a közönségdíjas fotók között, már ez is csak egy érdekesség, igaz? Igen, vannak egyezések is, vannak olyanok is, akik nem szerepeltek az első három, de mondom, hogy mindenféleképpen egy 60-80 szavazatoknál azért ez nagy dicsőség, hogy ilyen eredményeket értek el a pályázók. És akkor el is mondanám, hogyha szabadna, hogy a közönségdíjas fotóknál a gombafotók tekintetében első helyezett lett Szegedi Zsolt, második helyezett lett Kascsák István, harmadik helyezett lett ugyancsak Szegedi Zsolt,
egy másik képével, másik fotójával, majd Leskó Gabika következett, ő neki, nekem nagyon tetszett a fotója, megmondom őszintén, és én őt nagyon magasabbra szerettem volna helyezni, de így alakult ki a sorrend, úgyhogy ez nem kisebbíti az ő alkotását. Nagyon szépen elhelyezett fotója volt, nagyon szép, egy ilyen csoportos gomba volt, ahol az árnyékok és a fények nagyon szépen kiütköztek, és az egész kompozíció én szerintem nagyon szép volt. Csodálatos kis fotó. És még meg kell említeni itt Jaskó Györgynek a fotóját is a közönség szavazat szempontjából. A másik kategóriában, a természetfotó kategóriában pedig első helyezett lett Pál Gyuszika. Ő nem régiben vásárolt egy jó kis gépet magának, fotómasinát, és be is bizonyított, hogy ebben a géppel nagyon jó fotókat lehet. És ez egy nagyon aranyos kép. Én azt kitenném a lakásomba, és én azt mondtam, hogy ezt szívesen nézegetném minden nap. Igen, egy nagyon, nagyon jól komponált, nagyon sikeres kis kép lett belőle. Ő érte el az első helyezettet, aztán Kascsák István ismételten, itt azért megint meg kell említeni, hogy Kascsák Pityu is a gombafotónál is, és a természetfotónál is második-második helyezést ért el a közönség kategóriában, ami ugyancsak jó eredménynek tartok mindenféleképpen. Aztán a Szoboszlai Marcell szintén jó eredményt ért el, a Kassai Péter, és végül pedig a Nagy Szabolcs, csak itt meg kell említeni. És talán még azt mondjuk el, hogy ezek a fotók azért kincsei maradnak az Eltéri Gombász Egyesületnek, hiszen kinyomtattatok pontosan belőle, és akkor ezek esetleg mennek veletek egy-egy ilyen kiállításra? Egy-egy kiállításra mindenképpen, és azért érdekes a dolog, illetve azért szép a dolog szerintem, mert hogy a gombák mellett azért a természetfotók is valamilyen formában kapcsolódnak a gombákhoz, és maga a gombafotók is azért egy kicsit úgy kiemelkedik az egész esemény az abban, hogy ugye a fotóban is láthatjuk a gombákat. Lehet, hogy olyan fajok nincsenek is éppen a kiállításon, úgyhogy azokat is ott meg tudjuk nézni fotók szempontjából. Ezeket a képeket természetesen ezt elrakjuk, raktározzuk őket, és vagy ezeket a képeket, vagy a továbbiakban, ha lesz még gombafotó pályázat, vagy egyéb pályázati anyagunk, akkor azzal együtt kiállítjuk, majd színesítik, úgy gondolom, a palettát mindenképpen. Hát köszönjük szépen ezt a részletes összefoglalót, és még egyszer gratulálunk a díjazottaknak, és nagyon szép fotók voltak, érdemes majd megtekinteni, ha lesz újra kiállítása az Egyesületnek. És térjünk át a májustól a munkára, amit az Eltéri Gombász Egyesület végzett. Ebben van nagyon sok munka és nagyon sok kirándulás is, hiszen számos közeli és távoli helyre is ellátogattak a Gombász Egyesület tagjai, ki ide, ki oda, de mi talán kiemeljük a legfőbb eseményeket, és kezdjük rögtön a Zempléni Gomba Fesztivállal. Gábor, egy kis összefoglalót. Milyen volt ez a fesztivál szakértői szemmel, gombás szemmel? Ez a harmadik olyan fesztivál volt, többnapos fesztivál, amit kifejezetten az Zempléni Gombász Egyesület szervezett. Hát itt is megint csak Kőszegényi Tóth Judit nevét kell a szervezésben nagyon kiemelni, hiszen ő végezte ennek a nehéz szervező munkának a nagy részét. Mint azt elhatároztuk az első ilyen egyesületi gombász napok alkalmával, hogy igyekszünk más és más helyszínen megvalósítani ezt, most ez Komlóskára került, és hát együtt kellett működnünk ebben Komlóska település lakóival, polgármesterével, és hát a helyszínt előzetesen bejártuk, hiszen mi annyira nem sokszor jártunk a környéken, gombázásra, táborozásra alkalmas helynek találtuk, ez a Ruszin központ, vagy Ruszin park nevű terület, illetve hát több helyszínen is folytak ott a események, még a templomban is volt, konkrétan például Jankovics Marcell rajzfilmrendező úrnak az előadása, ami a gombák és a hagyomány, néphagyományok témájáról szólt. Mint kiderült, őt nagyon izgatják a gombák, fontos élőlényeknek tartja őket, tehát nem csupán egy reprezentatív személyiség volt itt a meghívott vendégek között, hanem ténylegesen gombász ember.
Most nagyon sokan jöttek el az ország számos pontjáról, sajnos az időjárás nem volt az igazi. Tehát olyannyira, hogy előtte, amikor kimentünk, akkor igen, meglepődtünk, hogy borzalmas szárazság volt, ez július végére volt tervezve ez a háromnapos akció, és előtte kimentünk két héttel, és nem esett. Azt hittük, hogy esett, ott esett az eső, mert hogy ez bent van a hegyek belsejében, de nem esett. Hát néhány gombafajt sikerült, de legalább a terepet bejártuk előtte. Mert milyen problémák lehetnek, hol vannak meredek útszakaszok, rosszul járható, stb. Tehát egyáltalán mennyire járható be. És hát akkor következett két hét múlva ez az akció, amikor is még mindig nem esett az eső, egészen addig, kivéve aznap, de akkor aztán ömlött, és komoly 10 fokokat esett a hőmérséklet, tehát akik ott leültek, és az előadásokat hallgatták, mert mi nem tudtunk kimenni, kirándulni délelőtt, hanem meg kellett várni, hogy majd eláll az eső, tehát ömlő eső, esőben azért mégsem, akkor érezték, hogy hát hoppá, még egy pulóvert föl kell venni, mert hát nyár van, de azért igen komolyan leesett a hőmérséklet. És hát ennek megfelelően viszonylag kevés gombát találtunk, hát ez a viszonylag kevés, ez 180 körüli gombafajszám, ami ennyi ember, és hát ugye ezek rendszerint tapasztalt gombászok voltak, és hát nem sorolom itt fel, hogy ki mindenki volt, akiket már ismerünk, és hát már többször emlegettük, itt most csak még a szakértők között Vasas Gizellát és Rocsmándi Csabát szoktuk mindig, ők voltak, akik egy különös programmal, tehát előadást tartott Gizella, illetve Csaba közösen, meg hoztak egy olyan mikroszkópot, ahol spórákat lehetett élőben vizsgálni, gombaspórákat, amiről mindig beszélünk a tanfolyamokon, de úgy ténylegesen megfogni a mikroszkópot, belenézni, és megtalálni saját szemünkkel, saját kezünkkel a különbséget, meg egyáltalán, hogy látjuk, hogy, hogy ez ekkora, stb. Tehát az ember úgy rácsodálkozik, és hát mindezt úgy, hogy mind felnőttek, mind gyerekek is belenézhettek. És hát még sok más program volt, természetesen gombaszépségverseny, eredményhirdetések, étkezések, barátkozások. Hát röviden ennyit, tehát nagyon tartalmas volt, és hát alkalmas helyszínnek bizonyult ez a komoskai. Ennek ellenére, ahogy terveztük, valószínű, hogy a következő évben még valami újat találunk ki, ahol még nem voltunk. Tehát, hogy ne legyen túl könnyű, vagy rutinszerű. A tavalyi év az tényleg nagyon jó helyszínen is volt, tehát nem túl messze Komoskától, tehát a szomszéd település három uta volt, most viszont ugye megküzdöttünk ezzel. Viszont a tavalyi alkalom jóságát minősítve, tehát hogy mennyire jó gombászterepnek bizonyult három huta, oda szerveztük szeptember elejére azt a találkozónkat, amelyet a Magyar Mikológiai Társaság, tehát a legnagyobb magyar civil gombász egyesület, a legnevesebb és szakértőkkel leginkább jól ellátott egyesületnek a felkérésére, illetve hát együttes kirándulásra jöttünk ott össze, és hát szintén egy ilyen háromnapos rendezvény volt, aminek hát tulajdonképpen egy teljes napja van, mert egykor érkeznek, vagy az egyiken érkeznek, aztán egy teljes napot itt vannak, majd az utolsón pedig elmennek, tehát nyilván egy teljes hosszú túra fér bele. De hát a gombászok olyanok, hogyha megérkeznek és van egy fél óráig, akkor egy fél órára is elmennek, már pedig három után ez a lehetőség adott. És ez mitől jelentős, Gábor, hogy a Mikológiai Társasággal együtt lehetett egy kicsit gombászkodni, ez miért fontos az egyesületnek? Hát a Mikológiai Társaság ugye jól kipróbált régi cég, tehát most itt ez a kötet, amit éppen elhoztam, ez a 45. ilyen, és ez volt 2006-ban, tehát ők már ennyi éve dolgoznak, amióta a kiadványt is kiadják, és hát ők sincsenek, mint civil egyesület, nehézségek nélkül. Tapasztalatokat cseréltünk, ők egy nagy országot átfogó egyesület, akik látják a saját problémájukat, és tudják azt más kisebb civil egyesületeket látva, hogy nekik milyen lehetőségeik és gondjaik vannak. Hát nekünk is vannak ilyen típusú gondjaink, és hát ezeket egyeztettük, és tanultunk egymás ügyességéből, megoldási módszerjéből, és hibáiból is tulajdonképpen. Illetve hát ők ugyan egyik sem volt olyan közülük, akik ne járt volna még a Zempléni hegységben, de egy ilyen szempontból, hogy helyi gombászok, akik egy pár éve, ugye magunkra értem, pár éve gombász szempontból is vizsgáljuk a területet, és az élő helyeket, amikről itt a kiállítások kapcsán is szó volt, is biztosan jobban ismerjük, mint ők, vagy legalábbis a helyszínt jobban ismerjük, ugyanakkor tanulunk tőlük, hogy ők viszont az őrségben, hogy ugyanilyen helyen mit kerestek, és hogyha találtak valamit, akkor mi is tanultunk.
konkrét esemény is volt, hát a eddigi 16 zempléni védett gombafajhoz még egyet sikerült találni, az óriás pókhálós gombát, amit együtt találtunk. És ez valamilyen szaklapban is megjelenik, vagy publikáljátok, hogyan működik egy ilyen, hiszen ez szerintem azért elég jelentős az egy civil szervezet életében. Tehát nem csak ez az egy védett gombafaj került elő ebben az évben, olyanokat is találtunk, illetve olyanoknak az új lelőhelyeit is találtuk, amikről ők nem tudtak még, és itt megerősítettek, hogy hát igen, az valószínű, szerintük is így működhet, tehát mert itt nem vizsgálták még ezeket, az egyébként nem túl könnyen megtalálható gombafajokat, és biztattak, hogy ezt folytassuk, ezt a munkát, sőt, hát valamelyest együtt működni is tudunk majd, egyrészt úgy, hogy valamilyen kiadványokban közösen is publikálhatunk. Ez azért úgy értendő, hogy nem túl könnyű egy ilyen kiadványra a kereteket, tehát a nyomdaköltségeket előteremteni, nekik is nehéz, nem csak nekünk, és hát ezekben tudunk esetleg együtt működni majd a jövőben. Illetve hát nyilván megnézték ők, hogy mi mennyire vagyunk szavahihető emberek, mennyire lódítunk, hogyha mondunk valamit, hogy ott már pedig ilyen-olyan körülmények lesznek, még ha a gombák nem is, de hát ezt nyilván belátták ők is, hogy egy rendkívül száraz időszakban nem fogunk olyan mennyiséget találni, de ott is előkerült egy ilyen 150-180 faj. Az alatt addigra már nagyon-nagyon kiszáradt utai részekről, tehát porzottak az utak, tehát ilyet még én életemben nem láttam, de hát nyilván ilyen is van. De ennek ellenére ezek a gombászok, akik persze ne gondoljon senki az óriási nagy vargányákra, meg azokból kosárszámra, egyet-egyet lehetett találni, néhány összeszáradt gombát, amit abban az állapotban is meg lehet ismerni, hogyha kellően szakértő az ember, ezt megint csak meg lehet tanulni valamilyen szinten, illetve hát olyan mikroszkopikus, ilyen kis faágacskákon, avar között bújó, még kis nedvességben, nedves foltokon tenyésző olyan gombákat is ők találtak, illetve fölismertek, amiket mi még eddig nem ismertünk. Tehát mert hogy ehhez kell a szakértelem. Nyilván, és ezeket a tudásokat utána hasznosítottátok Sátoraljaújhelyben, illetve a Sárospataki kiállításon, hiszen ez az ínséges gombaszezon folytatódott, nem állt meg szeptember közepe, vége fele, illetve október elején sem. Ennek ellenére te azt mondtad itt a beszélgetés előtt, hogy azért meg tudsz cáfolni. Hát milyen is volt ez a két kiállítás most? Hát valóban ínséges, és nagyon-nagyon sok energiát kivett belőlünk, hogy valamit be tudjunk mutatni. Azt tudtuk, hogy taplókat fogunk találni. Hoztunk is taplókat, tehát mert ez volt az alap, tehát nyilvánvalóan erre fel kellett készülnünk. Illetve hát ugye szerencsés egybeesés, hogy ez a bizonyos fotókiállítás megvolt, illetve hát, hogy az előző években is fotóztunk, és hát előkészítettünk több olyan fotótáblát, fényképtáblát, sorozatot, amin gombákat lehetett látni. Egy leve gondoltunk arra, hogy az őszi kiállításokon soha nem fogjuk tudni megmutatni a tavaszi gombákat, tehát komoly sorozatunk van fényképekben, elsősorban a tavaszi és olyan gombákban, amiket rendszerint nem szoktunk látni. Tehát ezek színesítették. Hát ezen kívül ugye nyilván megint gombász könyveket tudtunk bemutatni, illetve hát olyan preparált gombákat is bevetettünk ebben az alkalom, mind a két alkalommal tulajdonképpen, amelyek szintén nem voltak láthatók a kiállításban másképpen, vagy nem volt lehetőség ezek megmutatására. Tehát különösen a Sárospataki kiállítás, ahol már még az Újhelyhez képest is két hétig nem esett az eső, tehát borzalmasan száraz körülmények fogadtak. Hát erre így készültünk fel, hogy előre, több nappal előtte elkezdtünk rendezni, a művelődési háznak a vitrinjeiben összeraktunk egy olyan anyagot, ami bemutatta azokat a gombákat, amiket egyébként frissen sajnos nem tudtunk bemutatni. És hát természetesen a tagságot meg kell dicsérni, akik ilyen nehéz körülmények között is hoztak azért gombákat, sok esetben olyanokat, amik teljesen ki voltak száradva, tehát frissen száradt gombákat a természetből, és hát szép fajok is kerültek elő, olyanok is, amiket mindig kerülnek, olyanok, amelyeket addig még nem láttunk. Időközben a nézők azokat a képeket látják, ami ebben az esztendőben történt a Gombász Egyesülettel. Láthatják, hogy egy hónapban több kirándulás is van, illetve mindig történik valami a Gombász Egyesület házatájékán. Visszatérve a kiállításra, milyen volt a fogadtatás, vagy milyen volt a vízhang most itt Sárospatakira gondolok? Hát kellemes visszhangja volt, tehát megint csak ugye készülve előre, hogy nem csak a gombákat kell megnézni, végigvonulni előttük, hanem
sokkal gazdagabb kiállításra készültünk, tehát eleve is így voltunk berendezkedve. Szerencsénk volt abban megint csak a fotókiállítás, hogy eleve azt a címet adtuk ott Patakon, hogy a gombák és a természet, és akkor tulajdonképpen egy kicsit megpróbáltuk a kiállítást úgy színesíteni a fotók mellett, meg sok minden más mellett, hogy nem csak gombákat mutattunk be, hanem ha már ősz van, akkor az ősz nagyon jellemző dolgokat, a terméseket, a növényi terméseket, és hát ebből igyekeztünk, és ezt előtte egymás között, már hogy láttuk, hogy nem lesz gomba, az utolsó leendő, vagy adódó alkalommal egy héttel előtte azt mondtuk, hogy na, akkor gyűjtsünk terméseket, és hozzávaló ágacskákat, stb., és ezekkel színesítsük, sőt, hát ezekhez, ugye, mert hogy a termések, levelek, növények egy része gyógyhatású, tehát a gyógyhatás és egyéb felhasználási lehetőségekről is készítettünk bemutatót, meg hát olyan részletekre mentünk rá, hogy így mondjam, amik eddig nem voltak bemutatva, konkrétan például a gombáknak az ember által történt felhasználása, sör, bor, kefír, sajt, stb. Stb. Tehát ilyeneket konkrétan bemutattunk, hogy, és nagyon élvezték, elsősorban a gyerekek. És a pedagógusok ez, örültek ennek. Igen, mert hogy ez tulajdonképpen néhol a tananyagban szerepel, de így nem szembesülnek vele sokszor az emberek, hogy tulajdonképpen az egy gombának köszönhető, hogy az van. Ugye? És ugye még hozzá kell tenni például a penicillin származékok, ugye a gyógyszerek is. Hát úgy bemutatásra kerültek, hogy márkanév nélkül tulajdonképpen, hogy hát az is egy gombatermék, nem a reklám helye, de tudjunk róla, hogy az is egy jelentős eredménye annak, hogy az ember felismerte, hogy a gombák mire képesek, miket tudnak, például ugye a bakteriális fertőzésekkel szemben segítenek nekünk. És hát természetesen gyerek foglalkozások is voltak, valamint hát ugye Jancsó Gábor pesti gombász kollégánk egy kiváló előadást tartott az esti időszakban, tehát nagyon élvezhető volt ez a program, nagyon színes volt, és ekkor került sor tulajdonképpen a közönségdíjas fotóknak az értékelésére, a díjátadásra. Tehát ez egy teljes egész volt. Majd utána még volt egy kisebb kiállításunk, ahol még soha nem készítettünk, a Karcsai Művelődési Házban az ő megkeresésükre. Ez is egy nagyon érdekes helyszín, nagyon jó helyszín. Sajnos ott sem volt több gomba, mert még tovább tartott a szárazság, tulajdonképpen egész a mai napig. Mai napig így van, nem esett tart. Az eső. Igen, pont. Még annyi eszembe jutott talán nekem is, hogy említetted most ismételten a közönségdíjas szavazásokat. Azt elfelejtettük megemlíteni, de mondanám, hogy 1496 szavazat volt összesen, ami azért egy, az egy aktivitás, tehát mindenféleképpen nagyon dicséretes. És hát meg kell dicsérnünk azokat, akik a szavazatokat szedték és értékelték gombász taktársainkat, elsősorban a hölgyeket, akik végig ott ültek, és hát tulajdonképpen nagyon érdekes volt, hogyha a látogatásra érkező vendégek, elsősorban a gyerekek, de felnőttek is, volt, ahol nyugdíjas klub érkezett, de független családok is érkeztek, hogy maga a szavazás tény, hogy van egy verseny, amiben ők valamit befolyásolhatnak, mennyivel aktívabbá tette a képek nézését, és odafigyelést, hogy ők maguk részesei valamilyen ilyen valós és így, igen, meg az jutott eszembe, hogy így talán még azok is, akik nem voltak első, második vagy harmadik helyezettek, de közönségdíjazásban ugye részesültek, illetve kinyilvánította a közönség, hogy milyen a látogatók, hogy milyen szépek a fotók, amit csináltak, az ez is egy jó érzés azoknak, akik esetleg nem helyezettek voltak. Tehát. Így van, tehát azért sokan megnézték a fotójukat. Még itt a végére talán maradjon annyi, hogy van egy gombászklub is. Ezt említsük meg mindenképpen, hiszen ha nem is tag valaki, de esetleg rámegy a Zempléni Gombász Egyesület honlapjára, ott láthatja, hogy mikor lesz legközelebb, mi hangzik el ott, mi is ez a gombászklub, és hol található. Ez havonta van, ez a gombászklub. Most pillanatnyilag már egy jó ideje, itt Sátoraljóújhelyben, a mozi közben szokott lenni. Most lesz hétfőn, este délután tulajdonképpen. Ennek a következő akció, ahol képeket lehet nézegetni, illetve beszámolókat, a folyóügyeknek a előzetes megbeszélését a tagokkal, de hát nem csak erről van szó, hanem ha találnak valaki gombát és behozzák, akkor arról szívesen mondunk valamit. Ez most ebben az évben elég kevésszer fordult elő,
de erre is lehetőség van, illetve a tematikus programok voltak az év nagy részében, most ez pillanatnyilag nem ebben az irányban lesz a következő, tehát a jövő heti. De voltak előadások. Igen, tehát különféle témákból, rövid kis előadások, hogy azért legyen valamilyen szakmai támpont tulajdonképpen, ezek meg is voltak hirdetve, hogy mikor melyik előadás lesz megtartva. Tehát akiket kifejezetten az az előadás érdekelt, akár a gomba mérgezésekről, akár kémiai anyagokról, vagy az együttélésekről, a szimbiózisokról, vagy egyes gombacsoportokról, például a galócákról, akkor ezekre külön is eljöhetek, mert tudott róla. Köszönöm szépen a beszámolót, önöknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Erre az esztendőre a Gombázzunk Együtt című műsor ennyi volt, következő éven ígérem találkozunk, és beszámolunk arról, hogy hogyan folytatta tovább munkáját az Zempléni Gombász Egyesület, akiket pedig érdekel, hogy milyen is az élet a gombászkörökben, nézze meg a Zempléni Gombász Egyesület honlapját, hiszen szinte mindig frissítik az adatokat, illetve azt, hogy mi is történt velük. Viszontlátásra!